Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tovább fejlődik Szekszárd, 3 csarnokkal bővül az ipari park. Klímahasználat a hőségben, fontos az óvatosság. Esőmanók jártak a rendőrségen, az egyenruhások mindennapjaival ismerkedtettek meg az autista gyerekek. 10 millió forintból újult meg az ifjúsági tábor Gunarason, a dombóvári önkormányzat saját keretéből újította fel a tábort. Mintegy 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 3 csarnokkal bővül a szekszárdi ipari park. A fejlesztés részeként a hangárok mellett 1,5 km hosszúságú járda és több száz méter közművezeték, illetve térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörtént. A projekt célja, hogy a területen működő vállalkozások számára korszerű infrastruktúrát biztosítson jövőbeli fejlesztéseik megvalósításához. Egyúttal vonzóvá tegye a területet a városba érkező új befektetők számára. Újabb mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi ipari park fejlesztése. Az önkormányzat 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán. A beruházás legnagyobb volumenű része a bontásra ítélt korábbi baraképületek helyén épülő korszerű 3 darab új csarnok, összesen közel 4000 négyzetméter alapterülettel. Az ipari parkban 27 vállalkozás nagyjából 500 főt foglalkoztat, így fontos feladattá vált a működési feltételek javítása. Ezért járda a biztonságos közlekedés érdekében közvilágítás kialakítása vált szükségessé, ezzel együtt parkolókat is létrehoznak. 2 új trafó is épül itt a helyszínen, úgyhogy az elektromosság rendelkezésre fog állni a villany, és gyakorlatilag még annyi, hogy földkábelba lett helyezve nagyon sok villanyvezeték és optikai kábel is, amely által területek szabadultak fel, plusz 3 hektár nagyságrendben, ezáltal hát így a terület is növekedett. Az új A, C és D jelű csarnokok kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad. A beruházás megvalósulását nagyban segítette, hogy a kormány közel 700 millió forint többlet támogatást biztosított a projekthez. Horváth István Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a következő 20 évben Szekszárd a lehetőségek városa lesz munkahelyteremtés, illetve ipari fejlesztés szempontjából. Valóban a szekszárdi gazdaság igényét, lehetőségét, igényét, illetve képességét mutatja meg, hogy szekszárdi tervezők tervezték meg, szekszárdi akadályban pályázatot, és örömmel szolgál, hogy csak szekszárdi vállalkozás, illetve szekszárdi térsége mellévő vállalkozások valósítsák meg, véletlenül szekszárdi vállalkozások is fognak majd ide betelepülni. Mindegyik csarnok minimum 50%-os műszaki készültségi fokon áll, a vasbeton és lemez szerkezetek elkészültek, a tető és oldalfali szendvicspanel elemek telepítése zajlik a munkaterületeken, így a tervek szerint a projekt zárása szeptember 30-áig meg tud valósulni. Hőségben fokozottan kell figyelni a szabadban dolgozók egészségének védelmére. A nagy meleg, a tartósan 24 fok feletti hőmérséklet kockázatot jelentett a munkabalesetek szempontjából is, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkára szerdán. Zöld Nagy Viktória hozzátette, elsősorban a szabadban végzett tevékenységekre vonatkoznak az előírások, ugyanakkor zárt térben is oda kell figyelni a megfelelő körülményekre. Például klímaberendezés használatakor a tisztításra és a megfelelő hőmérséklet beállítására. A jogszabály megfelelő hőmérsékletű védőitalt és pihenőidőt ír elő kötelezően, emellett ajánlásokat fogalmaz meg. Ezekre példaként említette a helyettes államtitkár, hogy a lehető legrövidebb ideig legyenek közvetlen napsütésnek kitéve a szabadban dolgozók. Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók tudatossága erősödött az elmúlt évek ellenőrzései alapján, sok jó gyakorlatot tártak fel, jelezte. A rekkenő hőségben nehéz megállni, hogy ne használjuk folyamatosan a klímát, fontos azonban tisztában lenni annak szervezetre gyakorolt hatásával. Akik ugyanis nem megfelelően használják ezeket a berendezéseket, azokra akár komoly egészségkárosító hatással is lehetnek.
A közel 40 fokos kinti hőmérséklet mellett az ember nehezen tudja megállni, hogy ne hűtse azonnal sarkvidéki hőmérsékletűre a lakást. De célszerű inkább a szakemberek tanácsait követve végezni a helységek hűtését, ugyanis ezzel elkerülhetőek a komolyabb problémák, amit a túlzott klímahasználat okoz. Oda kell nagyon figyelni, hiszen tekintettel a nagy hőmérséklet változásokra hajlamosak az emberek jóval tovább lehűteni a levegőt, mint ahogy kellene. Tehát általában egy ilyen 8-10 foknál nem lehet hidegebb bent, mint a kinti hőmérséklet. A berendezés tisztítására is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen különböző baktériumok és gombák telepedhetnek meg benne, amik aztán súlyos légúti fertőzést okozhatnak. Ezért, ha használunk klímát, sose felejtsük el, hogy szellőztetni is ugyanúgy kell időnként. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy túlzottan lehűljön a szoba. A klíma ugye keringeti a beltéri levegőt, ezért a kémiai és biológiai légszennyeződések feldúsulhatnak a belterekben, a különböző helyiségekben, és ezáltal még fokozottabban, hatványozottabban betegíthetik meg az ott élőket. A klíma direkt ízületekre sugárzó ugye, légáramlata a különböző ízületi megbetegedéseket is okozhatja. Ez főleg az autóvezetőknél, illetve azoknál fordul elő, akik direkt magukra irányítják a légáramlatot. De szemünk, bőrünk is megsínli, ha túlzásba visszük a használatát. Fontos, hogy klimatizált helységben is ugyanúgy hidratáljunk. Ha ezekre odafigyelünk, bátran élvezhetjük a hűvösebb levegőt a kánikulában is. Az ukrán-magyar határszakaszon 6554-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6522-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság szerdán. A beléptetettek közül a rendőrség 109 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodás helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A rendőrök mindennapjaival is megismerkedhettek az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület nyári táborában résztvevő gyerekek. A fiatalokat a délelőtt folyamán számos programmal várták az egyenruhások a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. A helyszínen egy betörésnél, vagy egy eltűnt személynél, vagy báronnal rögzítünk egy szagot, ez a helyszíni szag. Kutyás rendőrökkel is találkoztak az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület táborozói. A gyerekek ugyanis a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon jártak. Az egyenruhások a fiatalok kérdéseinek megválaszolása után megmutatták nekik a hatóságnál szolgáló ebeket, majd egy bemutatót is tartottak nekik. A mai napon a rendőrségre látogatott gyermekek számára nagyon fontos az, hogy megmutassuk nekik a rendőrség munkáját, hiszen nem minden nap találkoznak vele. Feltehetően az életük során nem lesz olyan közülük, aki majd egyenruhás válik, viszont nagyon sok olyan élménnyel és tapasztalattal fognak hazatérni feltehetően, amikor majd elmondják a szülőknek, hogy miért is jó a rendőrségre menni, és miért is jó esetlegesen rendőrnek lenni. Az Esőmanók a biztonságos nyaralásról és szünidőről is beszélgettek a közlekedési szakemberekkel. A bátrabbak egy kerékpáros pályán próbálhatták ki tudásukat, a többiek pedig beülhettek a rendőrautókba, és felülhettek a rendőrmotorokra is. Akiket érdekelt, egyébként még a fegyvereket is megnézhették. Érdemes ez az egész, mert a különböző programoknak mindig megvannak azoknak a hatásai a gyerekek számára, hogy be tudnak például illeszkedni, vagy tudnak tanulni mindenfélét. Az egyesület már negyedik éve szervezi meg a tábort, mindig próbálják úgy alakítani a programokat, hogy a gyerekeknek olyan élményekben legyen részük, amikben máskülönben nem tudnának részt venni. A többségük nem tud egy többségi iskolában lévő táborba járni, mert ugye nem bírják azt a stressz helyzetet, azt a körülményeket, amit ugye azért ott egy nagy táborban azért 400-500 gyerek is van sokszor, azért az nekik nagyon megterhelő. Az egyhetes tábor során számos helyre ellátogatnak az esőmanók, a tervek között szerepel bowlingozás, sárkányhajózás és kirándulás is, majd a hetet strandolással zárják.
Fennakadás nélkül zajlanak a nyári betakarítási munkálatok a földeken. Az aratás közepén vagyunk, közölte Nagy István. Az agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy csaknem 1,8 millió hektáron zajlik a nyári aratás. Az őszi vetésterületek nagysága átlag feletti a mostani gazdálkodási évben. A kalászosok és a repce kedvező állapotban voltak a munkálatok kezdetekor. Ezen kultúrák esetében a termés országos mennyisége és átlaghozama az előzetes várakozásokhoz képest alacsonyabbnak ígérkezik, de természetesen lényegesen jobb a tavalyi történelmi aszályos esztendőnél, tette hozzá. Hangsúlyozta, az őszi árpa több mint háromnegyedét már betakarították, a jelenlegi hozammal számolva 2,1 millió tonna körüli eredmény várható, szemben a 2022-es 1,4 millió tonna mennyiséggel. Az őszi búza termőterülete az előző évekhez képest jelentősen növekedett, idén 5,5 millió tonna körüli termés várható. Nagy István kitért arra is, hogy a tavaszi vetések a teljes 2,1 millió hektáros összterülettel lényegében megfelelnek a korábbi évek nagyságrendjének. Magyarországot is elérte a kanadai erdőtűzhöz köthető nagy mennyiségű füst, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook oldalán. Jelezték, észrevehető, hogy nem kristálytiszta a magas légkör, de nem csak Magyarország felett, hanem Európa délnyugati, déli felén is nagy területen ez a helyzet. Hozzátették, a Földközi-tenger nyugati medencéje fölött szaharai eredetű por van a magasban, Magyarország felett pedig minden valószínűség szerint a kanadai erdőtűzhöz köthető nagy mennyiségű füst. Erzsébet táborban pihennek a dombóvári és közeli települések kisdiákjai. A Gunarason nemrég felújított ifjúsági táborban jelenleg 20 gyermek élvezi a nyári vakációt. Az épület és 10 szoba is megújult a dombóvári önkormányzat saját keretéből, 10 millió forintból. Többek között mesemondó is érkezett hozzájuk, és finom helyben sütött lángost is megkóstolhattak a gyerekek. 20 gyermek táborozik jelenleg Gunarason az ifjúsági táborban. Egészen kicsik is vannak köztük, mint például ezek az ikerlányok. Ők Döbrökközből érkeztek táborozni, és úgy tűnik, igen jól érzik magukat. Persze a nagyobbak sem unatkoznak. Nagyon jó, amikor fürödtünk. Meg lehet itt focizni, meg lehet játszani. Voltam már itt táborban, és azért jöttem ide, hogy szórakozzak, élményeket szerezzek. A székely kör már tavaly is itt volt lángos sütni. Minden olyan programban részt vesznek, amely közösségépítő. Tavaly én meséltem a gyerekeknek a bukovinai székelyek történetéről, és úgy gondoltam, hogy most meghívjuk a székelykörünk egyik tagját, aki csángó származású, mesemondó énekes, kicsit dobja föl a hangulatot, amíg megsütjük a lángost. A gyerekek nagyon érdeklődőek, tavaly együtt dagasztottuk, idén úgy gondoltam, hogy most, mivel más program is van, gondoltam, hogy én otthon megcsinálom a tésztát, és akkor majd itt egy kicsit bűvészkedünk velük, mármint, hogy kigombolítjuk meg egyebek. Ezek a megújult épület egységei Gunarason. Az ifjúsági tábor 2023-ban lett felújítva. Többek között 10 szoba, az ebédlő mögötti tároló is elkészült, valamint egy fedett tűzrakó is fel lett újítva. Mindezt mintegy 10 millió forint értékben önkormányzati keretből finanszírozták, mondta Gyarmati Éva Andrea, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke. A felújítási munkák között szerepel, hogy az épület valamennyi, tehát minden épületnek a külső és a belső falainak a tisztasági festése történt meg. A beruházások során elkészültek kint az udvaron, itt az ebédlő előtt ez a térköves járda, illetve egy betonplac, ami lehetővé teszi a gyerekeknek a szabadtéri foglalkoztatását. A szobákban új ágyneműk, függönyök kerültek megvételre, illetve a házirend került a falakra, és különböző dombovárt tükröző képek kerültek a szobákban a falra, hogy hangulatosabbá tegyék a környezetet. Mindezeknek köszönhetően kiváló környezetben jó programokkal tudják fogadni a vakációs gyerekeket a gunarasi Erzsébet táborban. Regionális híreink következnek. Újabb termelő üzemeknek készítenek elő Nyugat-Baranyában, kormányhatározat segíti a befektetők megjelenését. Szállások, kiadása és adózási szabályok a baranyai NAV tájékoztatója az érintetteknek. Kutyák és sok más állatfaj a táborban, a felelős állattartás egyében tartanak táborokat a Pécsi helyen.
Új üzemek, cégek Baranyai betelepülését segíti a most megjelent kormányhatározat, amely beruházási célterületté nyilvánít Nyugat-Baranyai területeket. Itt a jövőben ipari park jöhet létre, ami munkahelyteremtő beruházásoknak ad otthont. Ez az a kormányhatározat, ami Bicsért, Kővágó Töttös és Kővágó Szőlős településekhez tartozó területeket beruházási célterületekké nyilvánít. A Magyar Közlönyben hétfőn este jelent meg a döntésről szóló jogszabály. Folyamatos egyeztetésben, nagyon nagy munkában vagyunk a HIPA-val. A HIPA az a Nemzeti Befektetési Ügynökség, ami a Külügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az égisze alatt működik. A HIPA-tól rengeteg tárgyalást kapunk, rengeteg segítséget kapunk, hogy a külföldről befektetési szándékkal érdeklődőként ide érkező cégeknek megmutatják a Baranyai térséget. Megmutatják, hogy hol vannak még szabad zónák, és most újabb zóna kialakítását határozta el a kormány. Ezt mondta még szombaton kérdésünkre az országgyűlési képviselő. Hoppel Pétert arról kérdeztük, hogy érkezik-e újabb külföldi ipari befektető Baranyába. Nyugat-Baranyában lesz egy nagyobb ipari zóna, amely a pécsi lehetőségeket is erősíteni fogja. A kormány döntés már meg is született, úgyhogy rövidesen egy komoly ipari területfejlesztés történik meg Pécstől nyugatra, ami felszívhatja az ormánysági munkaerőt, és ami a pécsi lehetőségeket is tovább gyarapíthatja. Úgyhogy a HIPA folyamatos tárgyalásban van velünk is, és a külföldi cégekkel, hogy kik azok az újabb betelepülni kívánkozó világcégek, amelyek erősítik a baranyai gazdaságot. A beruházási célterület minősítés azt jelenti, hogy olyan összközművesített területet alakíthatnak ki utakkal, amelyen egyszerűen felépíthető egy termelőüzem. Így azok a cégek, melyek Baranyában képzelik el termékeik gyártását, gyorsan megvalósíthatják ezt az előkészített ingatlanon. Jelenleg még nem tudni, hogy melyik multicég költözhet ide. Fizető vendégek fogadása és az ehhez kapcsolódó adózási jogszabályok. Erről beszélt a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte, hogy nyugta, illetve számlaadási kötelezettségük van a szolgáltatást végzőknek, valamint azt is, hogy meg kell fizetniük a turizmus fejlesztési hozzájárulást a tevékenységük után. A nyári szezonban sokan fogadnak fizető vendégeket ingatlanjaikban. Fizető szálláshely szolgáltatásnak ez akkor számít, ha nem haladja meg a 90 napot személyenként ez a tevékenység, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina tájékoztatott az adófizetési kötelezettségekről is. Az adózó választhatja az adóév egészére a tételes átalányadót. Erre a tevékenységre ez évente szobánként 38.400 forint. Ezt az összeget akkor is meg kell fizetni, hogyha egész évben nem folytatja az adózó ezt a tevékenységet. A tételes átalányadót szobánként arányosítva negyed évente kell megfizetni. Nem csak így, hanem más szabályok alapján szintén lehet adózni a fizető szálláshely kiadása után. Akkor az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint tud adózni a szállásadó tevékenység után. Ebben az esetben 15% személyi jövedelemadót, 13% szociális hozzájárulási adót kell fizetni, illetve mind a két esetre vonatkozik az idegenforgalmi adó, amelyet az adózó szed be a vendégektől és továbbítja az önkormányzat részére. Fontos, hogy nyugtát, számlát kell adni a vendégnek, mikor távozik a szálláshelyről. Meghatározott bevételig nincs áfa fizetési kötelezettség. 12 millió forintig alanyi mentességet tud választani az adózó, ezt a számlán az AM felirattal tudja jelezni. Hogyha a vendég nem kér számlát, akkor is a nyugtát ki kell bocsátani. A falusi szálláshely adó kivételével a nyugta kibocsátását online pénztárgéppel kell teljesíteni. Azonban, ha az adózó külföldi közvetítőcég segítségét is igénybe veszi a szálláshelyének kiadásakor, áfa fizetés és bevallási kötelezettsége keletkezik. A sajtóreferens kiemelte, hogy a turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetése szintén kötelezettsége a szállásadóknak. Ennek hatályos mértéke 4%. Érdemes azonban átnézni a szabályozást, mert így derül ki, hogy az adott szállásadóra milyen rendelkezések vonatkoznak. Állat közelben így hirdeti táborait a Misina Állatvédő Egyesület Pécs-Somogyon. Telephelyükön a kutyák mellett lovakkal is megismerkedhetnek a gyerekek, de találkozhatnak a programok során az otthonban élő egyéb állatokkal is.
Nem maradhat ki a kecske sétáltatás, nyuszi simogatás vagy a póni sétáltatás sem. Mindez a felelős állattartás jegyében a gyerekek okulására. Van olyan táborozó is, aki már 4 éve lovagol, a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél pedig 1 éve. Eposzka nevű lova tartja vonzásban Márton Aliszt is, most azonban nem tudjuk megmutatni, mert éppen fáj a lába és pihenőn van. Alisz addig más lovakkal barátkozik. A gyerekek sok mindent megtanulnak a táborban, többek között azt is, hogyan kell állni, hogy meg ne rúgja a ló, hogyan viselkedjenek az ember legjobb barátjával, hogy szót fogadjon neki. Foglalkozunk a lovakkal, megtanulunk, hogy mit kell csinálni velük, hogy mit ne csináljunk velük, meg hogy mi jó nekik, mi nem. Lovaglunk ugye minden egyes nap, illetve le is fürdetjük őket. Közel 30 éve táboroztatnak az Egyesületnél. Jelenleg állatközelben elnevezéssel összevonták a lovas és kutyás táboraikat, mondta Farkas Tamás, az Egyesület elnöke. Azonban az éppen most zajló tábor a szakkörösöknek, a karámkörösöknek szól. Ez pedig kifejezetten lovas tábor. Itt arra is hangsúlyt fektetnek, hogy ne csak lovakkal barátkozzanak, hanem a majorság többi állatát is megismerjék, teszi hozzá a vezető. Általában pedig ezek a táborok, ezek próbálnak egy átfogó ismeretet adni a gyerekeknek, megismerkedhetnek a lovakkal, kutyákkal, madarakkal, tehát általában tematikusan végigmegyünk a itt található állatokon, állatfajtákon, állatcsoportokon, sőt, hát ugye a hagyományoknak megfelelően olyan simogatható állatokat is hozunk, mint a különleges állatok bemutatója, ahol most már régi állatbarátainkat várják a gyerekek is, hiszen azért Joda meg Pufim és ezek az állatok azért elmaradhatatlanok most már innen. A nyár folyamán 4 turnust indítottak a pécsomogyi állatmenhelyen. Ezek heti váltásban követik egymást, és 5 napos minden turnus. Reggel 8-tól délután 4-ig tartózkodnak a táborozók a helyszínen. Napközben egyszer melegételt is kapnak. A 4. turnusban van még hely, amely augusztus elején kezdődik. Bővebb információk az Állatotthon honlapján olvashatók. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer, röviden. Tovább fejlődik Szekszárd, 3 csarnokkal bővül az ipari park. Klímahasználat a hőségben, fontos az óvatosság. Esőmanók jártak a rendőrségen, az egyenruhások mindennapjaival ismerkedhettek meg az autista gyerekek. 10 millió forintból újult meg az ifjúsági tábor Gunarason, a Dombóvári Önkormányzat saját keretéből újította fel a tábor. Csütörtökön az átvonuló hidegfront okoz változékony időjárást, nyugat felől több hullámban érhetik el hazánkat heves zivatarok. Délutántól egyre több felé megerősödik az északnyugati szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!